Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy hétvégi szerelmi jóslás június 4-éig. Freitag, péntek. Samstag, szombat. Sonntag, vasárnap. És megnézzük azt, hogy mit mutatnak a kártyák. Én péntekkel kezdeném. Itt látható ez a férfi. Ez utal a te lelki társadra. Ő tervez valamit. Ő áll a középpontban. Azon kívül fontos számára, hogy megkapja az elismerést. Itt látható ez a park. Ez jelentheti a természetet, hogy lesz itt egy találkozás, egy kiruccanás, amit ez a park még jelent, ez a nyilvánosság. Ő megjelenik a nyilvánosságon, és fontos számára az, hogy mindenkitől megkapja az elismerést, hogy mások itt a nyilvánosságon észrevegyék őt. Itt látható ez a gyűrű. Ez jelenti a kapcsolatot kettőtök között. Amit még ez a gyűrű jelent, hogy valami vagy valaki, talán ő visszatér hozzád. És találkoztok a nyilvánosságon. Az is lehet, hogy úgy fog tenni, mintha ez a találkozás véletlen lenne. És most megnézzük, mi várható szombaton. A lilium jelenti a tisztaságot, a tiszta érzelmeket. Azt is jelentheti, hogy valami tisztázódik köztetek. A lenormand kártyáknál ez a virág szimbolizálja a szexuális témákat is. Lehet, hogy ez a gondolata és ilyen tervekkel közeledik hozzád, keresi a testi kapcsolatot. Itt látható ez az életerő, és ez a férfi be akarja bizonyítani magát. A kutya az jelenti a hűséget, tehát ez a férfi keresi veled a kapcsolatot, megjelentek a nyilvánosságon, kimutatja az erejét. Az is lehet, hogy a baráti körben voltak nézeteltérések, és most védi magát. Itt kitisztul valami, megbízhatsz benne, hiszen a kutya jelenti az ő hűségét, és mi a szándéka, hogy legyen egy testi kapcsolat kettőtök között. A hold. Az jelenti a vágyakat, az elképzeléseket, az álmokat, az álmodozásokat. Ez a férfi sokat gondol rá. Amit a hold még jelent, a mély érzelmek. Néha utal anyai témákra is. A hold és a nap. A nap és az éjszaka, a férfias és nőies energia most itt egy hangban van, tehát meg lesz ez a belső harmónia. Amit a nap még jelent, hogy kitisztul valami, azon kívül megvan ez a kisugárzás, megvan ez a vonzalom kettőtök között. Itt ez a hajó jelenti a reményt. Megvan arra a remény, hogy tisztázódjon valami, kimondja az igazságot, beszéljen érzelmekről, amit a hajó még jelenthet, egy utazás. Lehet, hogy tervez veled egy nyaralást, itt látható a nap, tehát a déli országokba, vagy a nyár folyamán lesz ez a nyaralás, amit ő majd most így hétvégén közöl veled.
amit ez az utazás még jelenthet, ez a belső út, egy lelki kapcsolat kettőtök között. És ez volt a hétvégi jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderám!